Ásó, lapát a kézben. A Szegedi Meritum Egyesület tagjai szokatlan feladatra, exhumálásra vállalkoztak a Jászapáti temető egyik elhagyott parcellájában. Jelen vannak a kihantolandó családjának leszármazottai, itt van az antropológus, megjelent az önkormányzat képviselője is. S akit keresünk? A kép bal szélén a kackiás bajuszú Dindorfer Miksa, a fotókészítése idején rangja százados, a szegedi 46. közös gyalogezred egyik századparancsnoka. Különböző harctereken végig küzdötte a nagy háborút, közben emelkedett a ranglétrán. Majd ott volt Horthy szegedi zászlóbontásánál. 1922-ben ezredesként nyugdíjba ment. Később tábornokká lépett elő. Még megérte, hogy 1951-ben kitelepítették ide Jászapátiba, ahol egy évvel később elhunyt. Sírja a feledésbe merült. Az isonzó menti Mörzli oldalában egy sziklakápolna viseli nevét, amit évente ezrek keresnek fel, helyeznek el koszorút és mondanak egy imát. Ki is volt ő? A közös ezredei tiszti állományának kutatását legjobb Bécsben kezdeni. Utitársaim megszállott hadszintérkutatók, nemrég még aktív főtisztek. Én civil történészként lettem rabja NMS szenvedélynek. Hátizsákom a csomagtartóban, irány Bécs, a Kriegsarchiv. Uraim, figyeljetek csak! Hoztam nektek valami érdekeset, ezt hallgassátok. Amivel a névek óta már meg nem esett, ma reggel jól megszülöttem, jaj, de jól esett. De ezt is csak a hazáért, mert ma délelőtt megjelentem a szorozó bizottság előtt. A családom azt hitte, hogy untaulik leszek. Hú, de milyen nagyot néznek, máma majd ezek. Azt hitték, hogy kidobnak majd kövérség színén, de azt mondta a bizottság, ez majd mind lemér.